Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint Taksony vasútállomásról. Így néz ki az állomás épület hátulról. Gyertek velem, és lessük meg a Budapest-Bellred vasútvonal felújításának a nyomait, hogy mik is történtek itt Taksony állomásnál. Sajnos egybe akartam volna felvenni ezt a videót. Lesz egy ilyen összekötős videó, amivel autóval végigjöttem Dunavarsány és Taksony között, csak elnyomtam, ezért most külön lesz felvéve a videó. Na hát, itt vagyunk a állomás épület előtt. Így néz ki a állomás épület, sajnos bedobálták az ablakát, be van USB lapozva, vigyázz omlás veszély, így is van írva. Na hát, és így néz ki a téma. Óriás nagy daru. Itt a első-második vágánynak a maradványa, és ott van az az új vágány, amit még múltkor a Bencék videóztak, hogy van egy új vágány, de még nem volt még összeheggesztve. Ha most már össze kell legyen, hogy heggesztve legyen, jó, megaszontam, mert azon közlekednek a vonatok. Abba az irányba van Dunavarsány, rengeteg sok munkagép, óriási mennyiségű beton, aj. És itt már úgy látom, hogy látjátok, ez lesz a magassága a peronnak, ott látszik, már csinálják a peront, a állomásnak a peronját. Ide meg le vannak rakva ilyen óriási vasak, ilyen van a Csati hídnál, és szerintem itt lesz majd a aluljáró. Azért vannak ezek leütve a földbe. És itt van a új vágány. Szép új vágány. Ott is rengeteg sok betonaj. És ez a nagy gép. Hát így fest Taksony. Itt van, azzal ütik le azokat a vasakat. Azzal a fejjel. Most egy lánc van rajta. Hát nagyon sajnálom, hogy balfék voltam és elnyomtam a videót. Az a baj, hogy én nem értek nagyon a vágáshoz, én ilyen megállítom, elindítom, így vágom össze a videókat. Elég amatőr, de hát ilyen amatőr vagyok. Sajnos nem tanultam meg, hogy hogyan is kell vágni. Itt is egy nagy munkagép. Óriási nagy. És láthatjátok, hogy itt a épületnek hűlt helye, elbontották. Hát így fest Taksony állomás. Itt teljesen új vágány van, amin a vonat közlekedik. És akkor abban az irányban van Budapest. Következő megállási pont. Dunaharaszti. Felső. Vagy nem. Dunaharaszti alsó, mert az, a felső az a évnél van. Dunaharaszti alsó megállóhely. Hát ennyit erről a állomásról. Épül, szépül. Ott is látható, hogy rakják le a felső vezetéktartó oszlopokat is. De ahogy látom, ez mint állomás fog funkcionálni. Szóval több vágány lesz. Hát Harasztira kíváncsi leszek, hogy tényleg csak megállóhely lesz-e. Na jó van, remélem, hogy tetszett ez a kis helyzetjelentős videó innen Taksonyból. Ha érdekelnek képek, akkor lessetek rá a Herla Fanatic Facebook csoportra, és akkor ott láthattok képanyagokat a különböző videókról. Még jó is, hogy eszembe jutott, mert nem csináltam képeket. Most lövök egy pár képet.
vettem egy három képet, hogy legyen a videóhoz képanyag. Aztán találkozunk egy következő videóban. És tudjátok, hogyha költöztetés, akkor Herbák István és fia. Bizalommal hívjátok édesapámat. Ott van a Facebookon a elérhetőség, vagy rám is rám írhattok. Aztán találkozunk egy következő videóban. Sziasztok, jók lehetek innen Taksonyból. Ciao, ciao. Nézzétek, milyen pici a passzat a billencseshez képest. Óriási az a Renault billencses.